Üdv mindenkinek! Ma folytatom is a Skyrim végigjátszást. És reméljük, most majd gyakrabban fogok menteni, mert a múltkor jól elbasztam. Ezt az ajtót az nem tudom, hogy kell kikerülni. Ki is kerültem. Viszont ezek ilyen nagyon szemétlálek. Vagy még csak én vagyok gyenke. Szerintem inkább az első, inkább a második, szóval én vagyok gyenge. Na de le is vágtam ezt a rodokat, és vissza is fektettem oda, ahol volt. Amúgy most hangosabbra vettem a mikrofonomat, mert úgy észleltem, hogy kicsit halk voltam. Most meg lehet, hogy már túl hangos leszek, nem tudom, remélem ez nem így lesz. De majd kiderül. Viszont most az egyik perkemet kiválasztottam, és az most az lett, hogy 20%-kal erősebb egykezes fegyver, 20%-kal erősebb támadásokat tudok csinálni egykezes fegyverekkel. Viszont oda kéne figyelnem az életemre, és meg kell tanulnom az élettöltő mágiát. Csak hát ezt most nem tanultam még meg. Ezt el is veszem tőle, mert ez most egy ilyen szarpáncélt használok. De... hol vannak a cuccosok? Azt hiszem itt van. Ja nem. Vagy igen? Itt az. Nekem nem Hide Shield kell, hanem Iron Shield. Ezt meg ki is dobjuk. Nem, ezt még nem dobjuk ki, mert még jól jött. Bár azért jól láttam, hogy melyiknek jobb az izé páncélzat. A 18? 22, oké, akkor maradunk ennél a páncélnál. Ezeket a rohadékokat még átnézem. Ezt elvesztük, már jól néz ki. És nem soká, most mentek. Most nem soká, de az a baj, nem soká ki is futok az izéből a... hogy is mondjam, a... súly... na, túl sok dolgot fogok felvenni, és akkor már nem tudom őket cipelni. Most meg már átállítottam a sprintet a shiftre. Most át fogunk sprintelni. Like a boss. Nem tudom mit csinál, de ezt most meghúztam. Jól gondoltam, leállította ezeket a pengéket. Legalább regenerálódik az életünk. Itt meg kipróbálom azt az új íjat, amit kaptam. Hol van? Itt van. Be is rakjuk a favoritokhoz. Meg is van. És most... használjuk ezt. Csak már ki is szúrtak. És elő is veszem vissza inkább ezt a kardot. Jól a fejébe eljutottam, annyi lesz, hogy tudtam anyag. Ezt kivégeztem, nem is kicsit. Ez kétkezes kard, és véletlenül fel is vettem, de majd ezt később kidobom. Amúgy most... hol is? Hova is kell mennem? Oda. Jók ezek a kivégző mozdulatok. Csak az a fura, hogy ebben nincsen csonkulás. Bár nem olyan rossz, mert nem mindenem az, hogy csonkoljam őket, csak a Falloutban volt, és megpróbálom ezt a játékot többé nem a Fallouthoz hasonlítani. De azért hasonlítom ehhez, mert én viszont az Oblivionnal, meg a korábbi Elder Scrolls játékokkal egyáltalán nem játszottam. Szóval csak azért hasonlítom ezt. De szerintem most ennyire ott is vagyok annál a sárkánykőnél, hogy nem tudom mi a ráknál, hogy hívják azt, hogy hívják. Ja, a sárkánykő. Ez a staminámat azt azért majd fejleszteni kéne. Leblokkoltam a rohadékot. Velem senki se baszakodik így. Hát kutassalak már. És igen, fogalmam sincsen, hogy miért, de el szokott csúszni a hang, és ez engem rohadtul idegesít, mert... hát igaz, lehet, hogy csak 2-3 másodperces, de attól még rohadt zavaró lehet. Nem szoktam visszanézni a videóimat, csak nagyon-nagyon kivételes esetekben, de azt viszont már láttam, hogy
Na, láttam, hogy el van, hallottam, hogy el van csúszva a hang. Viszont... inkább lopakodok. Gomba. Elteszem a gombát. Még jól jött. Nem tudom, miért nézegetem magamat külső nézetbe. Most, hogy itt lehet, hogy messziről jönnek, előveszem megint az íjamat. Még tudok vele ütni is, ezt csak most veszem észre. Vagy ezt már az előző videóban is csináltam, már nem emlékszem. Ide most kikukkantok, hogy megcsodálhassuk ezt a gyönyörű látványt. Ki is szúrtak engem, hogy rajjak, ennyire szorra még a izém a lopakodásom. De no, nem para. Ez viszont közelről már eléggé nagy hülyeség íjászkodni, szóval előveszem most a fejszémet a változatosság kedvéért. Ez egy nőstény volt. Nem kíméltem. Kár, hogy ilyen hamar kiszúrnak. Nem baj, majd fejlesztem az izét. Lopakodást. Ahhoz viszont lopakodva kéne közlekednem, és... ide most lenézek, mert a kalandvágyam az most a maximumon. Itt egy rott, halott állat. Egy élőlény, azt se tudom mi az. Kutassuk át ezt a csontvázat. Na igen, ez viszont... ezt utálom nem kontrollerrel csinálni. Már egész hamar belejöttem, de... inkább maradnék a kontroller. Ezt a játékot viszont már lehet kontrollerrel játszani. Lehet, hogy veszek egy ilyen USB-s szarságot, amivel fel tudom csatlakoztatni az én kis Xbox kontrolleremet. És akkor tudok vele így játszani. Bár nem 100%-ig biztos, hogy ez lesz. Mert azért az 3000 forintot azért a szarért nem szívesen adok ki. Máshogy meg sajnos nem lehet megcsinálni. Na, van még itt valami lootolni való? Nincs. Imádom egy ilyen lootolós játékokat, hogy át kell kutatni az egész helyet meg ilyenek. Oké, itt egy szerencsétlen, akit most úgy le fogok lőni, hogyha nem vesz észre, de úgyis észre lesz. Na, a lopakodásom. Ajaj, már ki is szúrtak. Ne kérdezzétek, hogy miért cserélgetem a fegyvereimet. Már tényleg óvatosabbnak kéne lennem, mert már... ezek rendesen megfingatnak. Nem is kicsit. Hát mit lehet tenni? Ott egy a másik ajtó. Ah, ez is csupa. Na, ezzel nem kellett mozdítani a pálcikát, G. Tele vagyok nyilla. Hál' Isten. Na már második szinten vagyok. És azt sem tudom, hogy hány szint van ebben a játékban. Ha valaki tudja, az írja már nekem kommentben, mert... már néztem utána, de vagy szarul kerestem, vagy nem tudom, de nem tudtam meg, hogy melyik a legmagasabb szint. Vegyük vissza a kis íjunkat. És lopakodjunk. Hallok valakiket. Ja, ezek csak azok a szarpengék. Viszonylag épségben túléltem, viszont most... meg fognak engem fingatni. Ki kéne próbálnom majd egy kétkezes fegyvert, mert azt tudom, hogy azok izé kibaszott erősek. Próbáljunk kis ki... vajon ez tuti kétkezes, mert ennek nagy a sebzés. Most ezzel fogok nyomulni egy kicsit.
Na de már ki is szúrtad. Na gyere te rohadő. Az életem most kicsit alacsonyan van. Az az ijász engem most nagyon meg fog fingatni, ha nem ügyel. Van valami élettöltő cuccom? Például fúz. Ez nem nagyon viszi fel az életemet. Ja, ez meg a staminámat vitte fel, akkor meg minden. Hol van az a rohadék? Az is ezt csinálja, bujka? Na. Fuck yeah.